Nagyon fontos, hogy fagyos időszakban a vízórákat téliesítsük. Erre többször felhívta már Rábaközi Televízió a térségben élőket, de sosem elég. Tehát mit kell tenni? Így van, sose elég, hiszen télen nagyon nagy kár érhet minket, hogyha elfagy a vízmérő. Közel 30 ezer forint egy ilyen fagyott vízmérőnek a pótlása. Senkinek se hiányzik ilyenkor évvégén ez a váratlan kiadás. A jól bevált háztulajdonosok, akik gondosak, azok már rég megcsinálták ezt a dolgot, de biztosan van olyan önök között, akinél valamilyen változás történt, megürült egy ingatlan, eladják a házat, vagy pedig ne adj Isten, meghalt a hozzátartozójuk, emiatt megürült a lakás. Gondolják át, hogyha van ilyen, vagy a környezetükben van olyan ház, ami most vált üressé, ott bizony el kell végezni a téliesítést. Külön veszélynek vannak kitéve a nyaralók, lakatlan épületek, horgásztanyák. Itt mindenképpen le kell engedni a belső vízellátórendszerből a vizet, hiszen ez elfagyhat. Gyakori feladat sajnos tavasszal, hogy keresni kell a veszteséget. Megpróbálunk benézni olyan kertekbe kívülről, hogy melyik küszöb alatt folyik ki a víz. Mindig szokott lenni néhány ilyen a körzetbe. Esetleg ahol külföldi a tulajdonos, ott is érdemes megtudakolni, hogy megtörtént ez a szigetelés. Előzzük meg ezeket a fagykárokat, hiszen mondom, senkinek sem hiányzik egy ilyen kiadás. Mi a legegyszerűbb módja, hogy a vízmérőt téliesítsük? A legegyszerűbb az, hogy egy jó több rétegű építési fóliát alulra rá teszünk a vízmérőre és a vízvezetékre. Aki még gondosabban akar eljárni, az tehet a fedlap alá egy hungarocellapot, oda befeszítve, hát ez már megnyugtató védelmet nyújt. Ugye Csornán végeztek öblítési munkálatokat, befejezték? Igen, ma éjszaka volt az utolsó öblítés. A terveknek megfelelően szerencsésen lezajlott, viszonylag kevés panasz volt. Szivacsos vízhálózat öblítés. Hát ezzel tudjuk megelőzni a váratlan panaszokat. Ilyenkor van ez a párhetes időszak, amikor előfordulhat vízminőségváltozás, barna színűvé válhat a víz, de azon kívül most már az ünnepi időszakban szinte 100% biztonsággal mondható, hogy nem kell ilyenre számítani.